A beiktatási szertartást Belgrádban tartották. Az ünnepélyes ceremóniára a belgrádi Boldogságos Szűz Mária mennybevétele székesegyházban került sor. Németh László érsek Stanislav Hocsevár szlovén származású szerzetest váltja ezen a poszton, aki több mint 20 évig vezette a belgrádi főegyházmegyét. A székesegyház zsúfolásig megtelt vendégekkel és hívekkel. Körülbelül 3 érsek váltotta egymást, mint Szlovéniából voltak. Nagyon kedves, nagyon szerettük az utolsót, Hocsevárt, de most végre magyar nyelven is hallhatunk, és talán lesz magyar nyelvű misénk újból, mert már körülbelül 5-6 éve nincs, ugye? Több mint 5-6 éve. Az ünnepi szentmisén felolvasták a pápai bullát. Ez az a dokumentum, amelyel Ferenc pápa hivatalosan kinevezte az új érseket. A misén az újonnan kinevezett érseknek Stanislav Hocsevár adta át a pásztorbotot, majd beültették a főpásztori székbe. Németh László ezzel jelképesen is átvette az érseki pozíciót. A belgrádi érsek beszédében a békés együttélés fontosságára hívta fel a figyelmet. A Szent Háromságos Egyisten teremtett mindent, és mindannyian az Isten felé tartunk. Együtt vagyunk az úton. Ezért szeretnék békében együttműködni minden vallásos emberrel országunkban. Különösképpen is gondolok itt a szerb ortodox egyházra, hiszen ő a mi nagyobb testvérünk itt ezen a vidéken. De épp így gondolok minden történelmi egyházra és vallási közösségre, és a velük való békés együtthaladásra az Isten országa felé vezető úton. A szertartáson mások mellett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és Porfírie szerb pátriárka is jelen voltak. To siguran sam da ćemo zajedno i sa drugim crkvama i verskim zajednicama upravo u skladu sa voljom Božjom, u skladu sa evanđeljem Hristovim činiti sve što je dobro, ne samo za nas pojedinačno, nego za svakog čoveka. Upravo po jednostavnoj reči i principu Hristovom, što hoćete da vam čine ljudi, tako i vi činite njima. Németh László, belgrádi metropolita érsek 1956-ban született. Tanulmányait Szabadkán és Lengyelországban folytatta. Dogmatikai doktorátust szerzett Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen. Magyar, szerb, német, angol, lengyel, olasz és horvát nyelven beszél. 2008-ban püspökké szentelték Nagybecskereken. Ferenc pápa 2022. novemberében nevezte ki belgrádi metropolita érsekké.